A Magyar Fürdőszövetség 13 évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy a múzeumok éjszakájához hasonlóan a strandok is rendezzék meg a maguk éjszakáját. A különleges marketing akció célja az volt, hogy a nyári főszezonban népszerűsíthessék önmagukat a fürdőhelyek. Idén a 11. strandok éjszakájára készültek a fürdők. Megmondom őszintén, hogy amit én most látok, az már magasan fölülmúlja a várakozásainkat. Nem tudom megsatszolni, hogy hányan leszünk. Mi arra számoltunk, hogy 1500 ember fog bejönni hozzánk ma éjszaka, de már a számok azt mutatják, hogy ennél lényegesen több vendég fog ellátogatni hozzánk. Bár a Fürdőszövetség közösségi oldalán valamennyi, a strandok éjszakájához csatlakozó fürdőhely pontos címe is megjelent, a fürdők maguk is komoly kampányt folytattak annak érdekében, hogy minél több vendégük legyen az esztendő legstrandosabb éjszakáján. Eddig nagyon jó voltunk délután, és most meg megint kijöttünk, úgyhogy kicsit bulizunk. A strandok egyedi kedvezményekkel, színes programokkal is igyekeztek vendégeik kedvében járni. Hullámmedencébe megyünk, mert a mai nap ugye van a strandok éjszakái, és 10-kor is és 11-kor is lesz hullámverés. És közte meg megyünk majd utána gyorsan vissza oda a melegebb vizekbe. A hajdúszoboszlói fürdő egyik specialitása a hullámverés. Ez július utolsó szombatján is vezette a népszerűségi listát. Egy még csak most jöttünk, és én már sokat voltam ott, meg ott is. Véletlen egybeesésként a hajdúszoboszlói fürdő éppen a strandok éjszakáján ünnepelte a megnyitásának 96. évfordulóját. Így kiemelten figyelt arra, hogy a vendégeknek ne csak vizes élményben legyen részük. Nagy örömünkre szolgál, hogy a strandok éjszakája pontosan ezen a napon van, hiszen ma ünnepli a Hungaroszpá, illetve a hajdúszoboszlói fürdő a 96. születésnapját. Így egész délután már zenés műsorral, illetve játékokkal köszöntöttük, illetve vártuk a vendégeket a mediterrán tengerparton, illetve a hajószín. És ma este nagy izgalommal várjuk a vendégeket, egész éjszaka lézersó lesz, illetve 10 órától tűzsonglőrök fogják szórakoztatni a vendégeket, és hát természetesen lesz éjszakai hullámverés is, ami nagyon közkedvelt napközben is a vendégek körében. Az éjszakai fürdőzésnek megvan a maga varázsa. Éppen ezért, hiszen ez a strandok lényege, a fürdőhelyek meghosszabbított nyitvatartással várták a vendégeket. Hajdúszoboszlón például éjfélig lehetett pancsolni. Az Akácliget fürdőben a Karcagi Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési iroda és lelki egészségközpont szakemberei egészségügyi állapotfelmérést, vérnyomás, vércukorszintmérést és életmódbeli tanácsadást tartott a fürdőzőknek. Az esti The Best Company koncertjére már megteltek a gyógymedencék is. A 3 órás élő koncert után az éjszaka fénypontja a vízi tűzijáték volt, amelyet több százan, köztük sok gyermek nézett meg a medencéből és a partról is.